Szia! Ebben a videóban azt a növényt fogom bemutatni, amelyet 2020-ban az év fájának választotta, a tatárjuhart. A tatárjuhar őseink honfoglaló útvonalán elterjedt, általuk is ismert fafaj. Elterjedés Európa, Észak-Európa kivételével, Kaukázus, Kis-Ázsia. Magyarországon többek között a Cserhátban fordul elő. A tatárjuhar elviseli a szárazságot, tűri az árnyékot, de a meleg az, amit igazán szeret. Tágtűrő képességét tükrözi, hogy a városok szennyezett levegőjében is szépen növekszik. Elsősorban a semleges kémhatású talajokon tenyészik a legjobban. A tatárjuhar tölgyerdők közelségét kedveli. A fa közepes termetű, legfeljebb 20 méter magasra nő. Törzse szabálytalan, görbe. Kérge téglalapokra tagolt, szürkésbarna színű. Koronája sűrű. Veszője rozsdabarna, rügyei barnák, csúcsukon szürkén molyhosak. A levelei 4-7 cm hosszúak, tojásdad alapúak, fűrészes szélűek. Fiatalabb korban karélyosak lehetnek a levelek. Ősszel a fa látványos, vörös lombszint ölt. Virágai laza sátorozó bugában nyílnak, keskeny szirmai sárgászöldek. Termése ikerlependék, amely 2 vagy akár 4 cm nagyra is nőhet, a szárnyak közel párhuzamosan állnak. Termése szeptember végén érik, október-novemberben hullik. Tőről nagyon jól sarjad. Hosszú életű fa 200, akár 300 évig is élhet. Lassan növekszik. Ökológiai jelentősége, hogy képes megkötni a levegőből felvett tápelemeket, ezzel végeredményben javítja otthon a talajának minőségét. Kis termete és lassú növekedése miatt erdőgazdasági fatermesztés tárgyát nem képezi. Szép őszi lombja miatt díszfaként egyre inkább elterjedt. Köszönöm a figyelmedet! Itt következnek a forrásaim.